Nemzeti Bizottság ugyancsak nem állított előadót, így most a képviselő felszólása következnek. Heringes Anita képviselőasszony a szó. Nagyon szépen köszönöm. Sajnálom, hogy ilyen késői órára került ennek a törvényjavaslatnak a vitája, mert azt gondolom, hogy ez miután több ponton is módosul az egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények, ezért sokkal jobb lett volna egy olyan időpontban tárgyalni, ahol a több képviselőtársunk is itt tud lenni, hiszen ez egy olyan terület, ami mindenkit érint, de biztos sürgős és fontos közfeladatot látnak el így éjfél tájéken. Az egészségügyi törvény módosítása biztos számukra nem olyan fontos. Az elektromos cigaretta problematikáját a sajtó is, és mi is számos esetben körbejártuk. Nagyon sajnálom, hogy a Népjóléti Bizottságon nem támogatták Fidesz-KDNP-s képviselőtársaink azt, hogy a szakma, a szakemberek megszólalhassanak a bizottság ülésen, és elmondhassák véleményüket. Többször meghallgattuk, hogy társadalmi egyeztetés volt, mégis azon szakemberek, akik foglalkoznak most már több évtizede, legalábbis egy évtizede már biztos, az elektromos cigarettával, ők azok, akiket nem kérdeztek meg, és nem szólalhattak meg ebben a kérdésben. Ugye arról beszélünk, hogy mostantól az e-cigarettát csak és kizárólag a trafikokban lehet majd megvásárolni. Így legalább egyébként lesz termék a trafikokban, mert akik dohányoznak, azon barátaim jelezték, hogy jelen pillanatban, ha bemennek, nem találnak ott majdnem semmilyen árut. Az a baj, hogy több emberben az a kérdés merült fel, és ezért is sajnálom, hogy csak egészségügyi államtitkár úr ül itt, hogy ez nem az egészségről szól. És pont ezért ez nem is önnek kéne megvédeni ezt az egész elektromos cigi kérdést, hanem azoknak, akik a trafikmutyit kitalálták. Mert az emberek nagy részében az fogalmazódik meg, hogy itt nem az egészségről szól ez a dolog, hanem gazdasági kérdést csinálnak belőle, hogy a trafik tulajdonosoknak még több bevételük lehessen majd ebből a tételből is. Sajnos azt is látjuk, hogy azon embereket, akik leszokni kívánnak jelen pillanatban erről a dohányzásról, ezzel az eszköz segítségével, majd beküldik a dohányzásra kijelölt helyre, ahol passzív dohányosként szívhatják majd a füstöt, és majd ez biztos segíti őket a leszokásban. Ugye azt is meghallgathattuk többször, hogy ez nem segít a leszokásban. Mai nap estéjén, délutánján itt volt egy kisebb megmozdulás a parlament mellett, ahol megpróbálták azon emberek, akik már leszoktak a dohányzásról, felhívni képviselőtársaink figyelmét arra, hogy igenis segít a leszokásban, hiszen nekik is sikerült, több százan álltak itt kint a parlament mellett, és próbálták a hangjukat bejuttatni ide a falak közé, hogy hallják meg képviselőtársaim, hogy nem megoldás, hogy a trafikmutyik kettőként egyébként mostantól csak trafikba vásárolhatnak olyan emberek, akik jelen pillanatban éppen a dohányzásról kívánnak leszokni, olyan eszközt, ami segít a dohányzásról való leszokásban, és az sem jó megoldás, hogy majd füstöt szívhatnak azon társaikkal együtt, akik egyébként még dohányoznak, azok fogják együtt szívni a füstöt azokkal, akik jelen pillanatban éppen leszokni kívánnak. Egy-két adatot szeretnék már csak elmondani, ami kint elhangzott, és megígértem a kinti szakembereknek, hogy el fogom mondani, hogy ugye, amíg ma Magyarországon az elektromos cigaretta ellehetetlenítése és visszatorítása a cél, addig Angliában éppen azon dolgozik az egészségügy, hogy jövőre már receptre is kaphassanak elektromos cigarettát a leszokni kívánó dohányosok. Ugye egy szám 28 ezres számot, amely a dohányzás áldozatainak éves statisztikáját jelenti. Ugye elektromos cigaretta használatban még nem halt bele senki, legalábbis senki nem tud róla, hogy azért, mert nem nikotintartalma, hanem csak mert pára több szív egy ember, abból nem okoz ugye halált, és egyébként a dohányzásról meg tudjuk, hogy elég komoly halálozási rátája van. Tényleg a szakma kéri azt, és azon szakemberek, akik többször most már megpróbálták önöket elérni és elmondani önöknek a javaslataikat, hogy hallgassák meg őket, mielőtt döntenek. Amennyiben nem hallgatják meg őket, többen elmondták kint, Áder Jánoshoz fognak fordulni, alkotmányos kontrollt fognak kérni, és addig fognak menni, amíg az egészségüket, a saját egészségüket meg nem tudják védeni. Kérem államtitkár úr, ne vegye magára ezt a kérdést. Azt gondolom, hogy azoknak kéne itt ülni, akik kitalálták, hogy a trafikokba sokkal nagyobb pénzt kell rakni, és azon embereknek, akik trafik tulajdonosok, jobban ki kell tömni a zsebüket. Erről szól ez a javaslat sajnos. Köszönöm. Most
Pestémre képviselőnek jelzem, hogy 2 perces hozzászólásokra itt nincs lehetőség. Most megadom a szót Rig Lajos képviselő úrnak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Az nagyon érdekes, hogy egy ilyen salátatörvény keretén belül, tehát nagyon sok témában nem megyünk bele, kivéve az elektromos cigaretta. Ugye innen fejétől bűzlik a hal, és salátatörvény keretébe próbálnak átnyomni egy olyan törvényt, ami nem a nem dohányzók védelmét nem szolgálja, de a dohányosokét se. Azokkal a törvénymódosításokkal, illetve jogszabályokkal, amit ez a salátatörvény tartalmaz, a nagyjából és a többségével egyet lehet érteni, hiszen előre viszi az egészségügyi rendszert, könnyíti magát a rendszert, de egy olyan törvényt próbáltak belecsempészni a nem dohányzók és a gyermekek védelmében, amit véleményem szerint ki kellett volna venni, és a Jobbiknak, illetve az ellenzéki képviselőknek többsége is ezt szorgalmazta, és ezért adta be azokat a módosító javaslatokat, akár paragrafusonként vagy egybe is, hogy ez kikerüljön, és erről vitatkozzunk. Nagyon érdekes volt, amit képviselőtársnőm is mondott, hogy nem hallgatták meg azokat a civil szervezeteket és érdekképviseleteket, akik eljöttek a Népjóléti Bizottságnak az ülésére, és elmondhatták volna azokat a véleményeket, hiszen ők már 10 éve, több évtizedek óta benne dolgoznak ebbe a rendszerbe. Ők voltak azok, akik elkezdték ezeket forgalmazni, betanítani azokat az embereket, akik ezzel a módszerrel szoktak le a dohányzásról, és ezt hangsúlyozni kell, hogy igenis, attól függetlenül, hogy Magyarországon jelen pillanatban nincs olyan erős statisztikai mutató, ami azt mondhatná, hogy igenis ezzel le lehet szokni, de az ismerőség körök, és mindenkinek az ismerőség körében is van olyan, aki a dohányzásról úgy szokott le, hogy az elektromos cigarettát, vagy ezt a dohányzást imitáló eszközt kezdte el használni. A Népjóléti Bizottságnak a preambulumában van egy érdekes mondat, ami nagyon tanulságos szerintem a közeljövőbe, és ezt az egy dolgot nem alkalmazták abba, az így hangzik munkánkba. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a civil és érdekképviseletek szervezetekkel való együttműködésre. Hát ez sajnos nem jött össze, hiszen a kormánypárti képviselők leszavazták azt a lehetőséget, hogy ezek a civil és érdekképviselői csoportok felszólalhassanak és elmondhassák a véleményüket. Ugyan elküldték a levelet a Népjóléti Bizottság minden egyes tagjának, de ezek úgy érzem, hogy süket fülekre találtak. Én nem gondolom, hogy államtitkár úrnak valóban bele kellene menni egy olyan harcba, egy olyan jó salátatörvény módosításba belecsempészni egy olyan dolgot, ami nem támogatható sem erkölcsileg, se szakmailag. Hiszen azzal egyetértünk, hogy nem egészséges, nem azt mondjuk, hogy egészséges maga az e-cigaretta, de azt mondjuk, hogy sokkal kevesebb a káros hatása, mint a dohánytermékeknek. Hiszen nem dohánytermék. Elhangoztak itt az általános vitában olyanok, hogy a nikotin ártalmas, és hogyha rácseppen a gyermek kezére, akkor milyen veszélyekkel járhat. Hát a sósav is rácseppen, hát az is nagyon veszélyes. Ugyanúgy a mosogatószereknek nagy része, hogyha lenyeli a gyermek, nagyon veszélyes. De ugyanolyan veszélyes az a szer is, amivel megpróbáljuk a dohányzásról leszoktatni az embert, ez a nikotin tartalmú tapaszt, és ha az, vagy rágógumi, és a gyermek összekeveli, az sokkal, de sokkal veszélyesebb, mert nem lehet ellenőrizni, hogy mekkora nikotin tartalom jut be a szervezetébe. És hogyha elvonatkoztatunk most csak az elektromos cigarettáról, és a dohányzást imitáló eszközöket próbáljuk meg analizálni, és elmondani róla azokat a tulajdonságokat, ami ugye abban nincs nikotin. Tehát nem lehet dohányterméknek, még egyszer mondom, dohányterméknek venni. De elhangzott az is, hogy arra kényszerítjük azokat az embereket, akik leszoktak a dohányzásról, hogy ugyanott szívják ezt az elektromos cigarettát, vagy dohányzást imitáló eszközt, ahol a dohányosok is dohányoznak. Tehát, ahogy itt előttem is elmondták, ez egy passzív dohányzásnak számít. Ez a törvényjavaslat semmi másról nem szól, csak azt a 4,5 közel 5 milliárd forint árbevételt, azt vigyük be azoknak a haveroknak, akik dohánykoncessziót kaptak. Én megértem azokat a képviselőket, akik támogatják ezt, hiszen a családtagjaik között nem egy olyan van, aki dohánykoncesszióval rendelkezik. De ha a gyermekek
védelmére hivatkozunk, azt meg lehet úgy, vagy a nem dohányzók védelmére, azt meg lehet úgy oldani, hogy lefóliázzuk azokat az üzleteket, szaküzleteket, akik ezzel foglalkoznak, és maximum tényleg csak kuplerájnak nézik, ismét, hogyha jön egy osztrák vagy egy német vendég ide Magyarországra. Többször elmondtam azt, hogy a szakboltokban olyan eladók dolgoznak, akik értenek ezekhez az eszközökhöz, meg tudják mutatni, hogy működik, el tudják mondani a mechanizmusát. Abban nem vagyok már biztos, hogy a dohányboltban lévő eladó is rendelkezik ilyen ismeretekkel. Sok esetben még a dohány terméket se ismeri, tehát őneki is 5 perc kell, mire megtalál egy kért dohányárut. Az, hogy ellenőrizhetetlen és a fekete piacot erősíti az, hogyha nem visszük be a dohányt, ez nem igaz, hiszen ők adóbefizetők, és ugye az állami költségvetést erősíti azokkal az adózott forintjaikkal, amit az eladás után ők befizetnek. Úgy gondolom, akkor lesz ellenőrizhetetlen ez az egész folyamat, ha csak dohányboltba űzzük ezt az elektromos cigarettát, illetve az imitáló eszközt, és külföldről szerzik be azokat a beazonosíthatatlan anyagokat, amelyeket majd ezután fognak ők szívni, valószínű olcsóbban meg fogják kapni, mert azt elmondtam itt az általános vitában is, hogy ez tényleg olyan, tehát ilyen vicc kategóriát súrol, hogy mint amikor az alkoholistát tényleg beküldjük a kocsmába, hogy ott vegye meg a napi ásványvizét, és ott is fogyassza el. Tehát ilyen szabályozás véleményem szerint nem lehet. Úgy gondolom, és azért is adtuk be többször azokat a módosítókat, hogy ezt gondoljuk át még egyszer, ne menjünk bele olyan dologba, hogy így diszkrimináljuk azokat az embereket, akik ennek az eszköznek a segítségével leszoktak a dohányzásról, hogy oda kényszerítjük őket, ahol 3 vagy 4 éve is dohányoztak. Én kérem államtitkár urat, hogy ezt gondolják meg végig, még egyszer gondolják át, rágják át, és ha lehetne, ezt még vegyék ki belőle. Tehát én még egyszer mondom, hogy nagyon jó magában ez a salátatörvény nagy része, 99%, ez az 1%, ez elfogadhatatlan véleményem szerint. Illetve nem lehet egy lapon említeni az egészségügyi dolgozók béremelésével, ugye a túlóra pótlékoknak a felengedésével, illetve ezt a dohányzók védelmére hozott törvényt. Tehát egy salátatörvénybe ezt a kettő nem fér egybe. Az egyik egy pozitív, a másik egy teljesen negatív. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok. Azzal folytatjuk, addig, amíg nem alszunk, addig nincs reggel. Azzal folytatjuk a munkánkat, hogy megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben kíván-e még valaki szólni? Ha megállapítom, hogy nem, a vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, államtitkár urat, kíván-e reagálni? Öné a szó, parancsoljon. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Először is szeretném tisztába tenni, hogy miért szült a szabályozás. Ugye ez a jogszabály arról szól, hogy a nem dohányzókat szeretnénk védeni, és nem a dohányzókat. Ez két különböző kategória, azt gondolom, és a dolog elég egyszerű, hiszen arról szólna, hogy hagyományos dohánytermékekkel kerül egy kategóriába minden olyan eszköz és patron, amellyel dohányzást lehet imitálni, attól függetlenül, hogy van-e benne nikotin vagy sem. Azt gondolom, az is teljesen világos volt a részünkről az a vélemény, hogy nem segíti a leszokást, legfeljebb átszoktat egy másik eszközre, hiszen a nikotin függőség ugyanúgy fennmarad az eszigivel is, mint anélkül, és az is teljesen világos vélemény volt a részünkről, hogy az a pár, ami egyébként a cigaretta kibocsát, ugyanúgy káros a körülöttük levőkre is, mint a cigaretta. Az, hogy milyen mértékben és milyen eszközzel, ez ebben lehet vita. Úgyhogy azt gondolom, hogy azzal, hogy a szabályzás mind a forgalmazásban, mind a fogyasztásban, mind a reklámozásban egy kategóriába teszi a hagyományos cigarettákkal, azt gondolom, hogy ez egy rendben levő történet. Úgyhogy szeretném megköszönni a vitát, szeretném megköszönni a hozzászólásokat, és arra szeretném kérni a tisztelt házat, hogy fogadja el a jogszabálycsomagot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr, tisztelt országgyűlés. Tájékoztatom önöket, hogy a határozat hozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor.